Nem tudom, ezek a kábelek mik és kik szokta a kábeleket égetni, meg leszedni róla a szigetelést, de hát most ide hordták. Ezek feltehetően nem becsületes emberek voltak. Az elmúlt időszakban többször is a figyelem középpontjába került ez a hatalmas újvárosi szeméthegy, amit évek során hordtak össze illegálisan. Itt a Tűz utca és az Iszkápa köz sarkán több tonnányi szeméthegy épült, amiben a patkányok is megtelepedtek. A terület magánkézben volt, ezért az önkormányzat hiába próbált bármit is tenni. A napokban azonban városi tulajdon lett a telek, ahol azonnal meg is kezdik a rendrakást. Arra gondoltam, hogy miután a magánterületen nem intézkedhet az önkormányzat, csak egy hosszas jogi procedúrával, ezért leültem a tulajdonossal, és elmondtam neki, hogy itt azért ennek a szemétkupasznak az elszállítása azért többbe kerül, mint maga a telek értéke, és úgy gondolom, hogy megkíméri magát a nagyon kellemetlen procedúráktól, hogyha nem hagyja így az egészet, mert ebből előbb-utóbb komoly járványügyi vészhelyzet is kialakulhat itt a területen, hanem én azt javasoltam neki, hogy ezt a területet adja át térítésmentesen az önkormányzatnak, és akkor mi már, mint a gondos gazda tudunk ezzel a telekkel sokkal-sokkal hamarabb rendet teremteni ezen a területen. Csütörtöktől két héten át a patkányokat írtják ki, majd a város saját költségén szállítatja el a rengeteg szemetet. Milliós költségeket vállalt magára Győr, de a polgármester azt mondja, csak így lehet rendet tenni a Tűz utcában. Néhány nappal ezelőtt Győr város tulajdonába került a telek, és ingyenesen. Így nyertünk egy telket, és most mai napon elkezdődik a patkányírtás, mert látható, hogy itt azért szemben láthatóan patkányok vannak, és ha megtörtént a patkányírtás, ami azért nagyon fontos, mert ha nem történne meg a szemét elszállítás előtt, akkor ezek a patkányok, ezek átmennének a szomszédos telkekre és a házakba beköltöznének, így ezt megelőzendő kiírtjuk őket előtte, és utána pedig elszállítjuk a területről a szemetet, utána pedig biztonsági őrök fognak felügyelni a területre, bekerítjük majd a területet, és megnézzük azt, hogy a környéken a tulajdonviszonyok hogy állnak itt a házakkal, épületekkel, amik láthatóan hát ilyen omladozó, tüledező házak, és hogyha tudjuk, akkor megpróbáljuk begyűjteni azokat a telkeket, ami nem a mi tulajdonunkban van, és az egész területnek a rekultivációját megkezdjük. A körzet önkormányzati képviselője is örül annak, hogy végre rend lesz a most már városi telken. Dr. Fekete Dávid megköszönte a polgármesternek, hogy egy huszárvágással megoldotta az évek óta húzódó problémát. Ebben a városrészben látjuk azt, hogy nagyon nagy a kettősség. Hogyha a Kossuth utcán sétálunk, Bálint Mihály utcán, illetve a környéken, Bercsényi ligetben, akkor az egyre másra megújuló épületekkel találkozunk. Ugyanakkor, ha eljövünk ide egy kicsit távolabb, látjuk azt, hogy komoly problémák vannak még mindig, akár szociális területen, akár rendvédelmi területen is. Itt a mögöttem látható szemétkupac az elmúlt évtizedekben alakult ki, és sajnos látjuk azt, hogy többen módszeresen ide hordták a szemetüket, ami egy magántulajdon volt mindez idáig, éppen ezért korlátozott volt az önkormányzatnak a lehetőség arra, hogy intézkedjen ezen a területen. A környékben élők ugyanakkor gyakran, szinte napról napra kerestek minket képviselőtársammal közösen annak érdekében, hogy valamit tegyünk az ügy érdekében, hiszen elszaporodtak a patkányok. Ilyenkor a nyári időszakban nagyon jelentős bűz terjengett itt a területen, most is ez van egyébként. Én bízom benne, hogy a hulladék elszállításával, illetve azzal, hogy a magánterület most már önkormányzati tulajdonná vált, ezzel ez a probléma meg tud oldódni, és az önkormányzat sokkal jobban oda fog tudni figyelni ennek a területnek a tisztán tartására. A szeméthalom szakszerű elszállítása és a terület rendbetétele után a telket bekerítik majd, és ha kell, biztonsági őr vigyáz arra, hogy ne válhasson ismét az illegális szemetelők egyik kedvenc helyévé. Azzal kapcsolatban még nincs elképzelés, hogyan hasznosítsák a megtisztított saroktelket, de a polgármester várja a konstruktív és megvalósítható elképzeléseket, akár az ellenzéktől is.